Köszöntöm nézőinket, az ismerős mai vendége Tám László, fotóművész tanár, és ugye úgy fogalmaztam, hogy a műsorunk vendége, de mi vendégeskedünk nála. Nagy szeretettel köszöntelek, Laci, az otthonodban. Találkozásunk pedig ugye elsősorban most azzal függ össze, hogy alig egy hete egy fantasztikus könyved, albumod jelent meg a barokk templomokról, melyek mind Baranyában láthatóak. A könyvön kívül természetesen beszélünk a múltadról, mindenről, ami valamikor régen történt, és arról a csodáról, amit te valósítottál meg, egy ilyen audiovizuális, úgynevezett diaporáma csodát. Mesélj erről nekem. Egyáltalán ugye tanáremberként te hogy lettél fotóművész, csak kedvedből, te úgy fogalmaztál, hogy amatőr profi vagy. Hogy indult mindez nálad? Hát igen, a profik azok, akik abból élnek. Én tanárember voltam végig. Én legalább annyira szerettem a tanítást is, a gyerekek között létet, mind a fényképezést. Ez a kettő, mind a kettő a szerelmem lett, és úgy érzem, hogy 44 évet tanítottam, ezért már megkaptam a aranydiplomámat, már megkaptam a gyémántot is, már innét látszik, hogy nem a legfiatalabb kategóriába tartozom, és tegnap este is egy fotókiállítást nyitottam a Mecseki Fotóklubba, két nálamnál jóval fiatalabb úri embernek a kiállítását. Az az igazság, hogy mindig fontos volt számomra a fényképezés, már gyerekkoromban. Ugye van, aki azt mondja a fotóról, hogy kevesebb, mint a valóság, de több, mint az emlékezet. És amikor ez bebizonyítja akkor a fotográfia, amikor előveszek egy régi képet, egy régi családi képet, akik már talán nem is élnek, és amikor ránézek, igaz, hogy a fotó a térbeliséget, tehát a három dimenziót két dimenzióra bontja le, de azt a hiányzó dimenziót belerakja az embernek az agya, kiegészíti, még a monokrómot is színesbe látja szinte az ember, és valóban olyan dolgok jönnek elő a régi képekből is, amik el voltak valahol raktározva az ember agyába, és teljesen élővé válik a dolog. Csináltam életemben sok fotókiállítást is, sok diavetítést is csináltam. Egy olyan műfajt hoztam ide, a diaporámát Dél-Magyarországra, aminek az lett a következménye, hogy 8 nagy diaporáma fesztivál tartottunk Pécsett, még a múlt század végén, és azt hiszem, hogy csodálatosak voltak ezek a diaporáma fesztiválok, ide jött Európa. És viszonylag egyszerű technikákkal dolgoztunk, analóg, szinte ott is van analóg, meg digitális dolog, analógba szerettünk dolgozni, mert az analógnak mindig az a lényege, hogy élő. Tehát úgy is lehet diaporámát csinálni, a úsztatott képről van szó gyakorlatilag, hogy én helyszínen csinálom a dolgokat, de úgy is lehet csinálni, hogy program, elküldhetem valahova, és ha nem vagyok ott, akkor is ugyanúgy le tudják játszani, mint a filmet. És azt hiszem, hogy a technika az idő múlásával azért minden elavul. Tehát, hogy mondjam, elavul a technika is, jön helyette egy új felváltja, és ez az élet normalitása. És hát a legvégén pedig oda jutottam el, hogy számomra legfontosabbak a könyvek lettek. Hogy könyveket csináljak, ami megmarad utánam, mert ha én tartok egy élő előadást, akárhol egy vetítést, vagy egy kiállítást, az ott van, mindenki láthatja, aztán előbb-utóbb leszedjük, talán még bele is kerül egy ládába, de a könyv az könyv.
Itt az asztalon is van több könyved. Az egyik, hogy a busójárás örökítette meg, és ennek van egy nagyon nagy különlegessége egyetlen valamiben. Mi az? Hát a busójárás könyvem, hát ugye ez hungarikum is, meg világörökség is. Tehát azt hiszem, mi baranyaiak büszkék lehetünk arra, hogy van egy busójárásunk, mert azt hiszem, hogy akkor megint, miután ez a húshagyó kedden fejeződik be, mert utána jön a hamvazó szerda, hát és addig ez egy hónapos program gyakorlatilag, de szűkebb értelemben vett egy hétig tartó program, akkor mindenki hazamegy, aki mohácsi. Ezt tudomásul kell venni. És én bátorkodtam azt megcsinálni, hogy ezt a könyvet fekete-fehér albumként készítettem el, és hát mindenkinek megmutattam azt, hogy a fekete-fehér fényképezés is legalább annyira fontos, mint a színes fényképezés. Végig néztem az addig megjelent könyveket, és azt tudom mondani, hogy én rendszerbe tettem, rendszerbe raktam a busójárást. Különböző fejezetek vannak természetesen, és hát végül is azt hiszem, hogy elértem vele azt a célt, amit szerettem volna. Ez 2015-ben jelent meg, aztán itt van még egy másik könyv, az ember azt gondolná, hogy inkább Baranya megyére, a közvetlen térségünkre koncentrálsz, de itt a világot bejártad a Szent Ég Alatt című nagyon szép könyveddel. Ez mennyi idő alatt készült el, hány helyre kellett eljutnod? Utóbbi 17 évben 7-szer voltam a Közel-Keleten. Szíriától Egyiptomig végigjártam, voltam, ahol többször is voltam, Izraelben 4-szer voltam, és megcsináltam ezt a Szent Ég Alatt című könyvet, és elsősorban a szakrális dolgokat fényképeztem. A szakrális dolgok azok mindig nagyon-nagyon közel álltak hozzám. Vallásos hívő ember vagy? Így van pontosan, és azt hiszem, hogy sok mindent lehet fényképezni. Lehetett volna akár az iszlámot is megfényképezni, vagy mondjuk itt azért az Ószövetség, még az Új Szövetség találkozik a könyvemben, mert gyakorlatilag a zsidó dolgok is benne vannak az én könyvemben, hiszen Jeruzsálem az végeredményben egy olyan hely, hogy nem véletlenül a világ fővárosa, mindenkinek van képe, valamilyen képe, visszaemlékező képe Jeruzsálemről, hisz szinte majdnem minden nap látni képet mondjuk a jeruzsálemi nagymecset, ott, ahogy a város közepén áll, a Szent Hegyen fönt. Ez mennyi idő alatt, ez több év alatt készült el? Igen, ez körülbelül 10 év munkáját öleli fel, és abból csináltam egy albumot. Az album ez kétnyelvű, magyar és angol, de semmilyen szöveget, képcímet, semmit nem adtam. Minden egyes kép alatt bibliai idézet van két nyelven, magyarul és angolul. Ugye említetted azt, beszélünk arról, hogy vallásos hívő ember vagy. Ennyire, ami tényleg így a szent érzésekkel és a szent hagyományokkal függ össze, mennyire érezted ezen idő alatt, hogy segítette a hited, az utadat? Voltak-e olyan jellegű szerencsés fordulatok? Igen. Hát én ott láttam azt, hogy egyes emberekhez képest én mennyire nem vagyok vallásos. Tehát azt hiszem, hogy megéltem azt, hogy azok az egyszerű emberek,
akikkel én ott sokat találkoztam. Ugye én általában zarándokutakon vettem ilyen szempontból részt, és hogy mennyire másképp a kinti emberek, mennyire másképp élik meg a vitet, a hitvilágát. Hát ha elmegy az ember egy kopt kolostorba, és ott meglátja azokat a keresztényeket, hát ahhoz képest én majdnem azt mondtam magamról, hogy én nem is vagyok keresztény. Tehát hogy mondjam, egészen fantasztikus élményeim vannak, és ezekből próbáltam valami kis ízelítőt adni ebben a könyvben. Én mindig segítőket is igénybe veszek, mert itt három olyan szerző volt, akinek odaadtam az egész képanyagot, nézzék át, milyen bibliai részt szeretnének belőle találni, és én is megcsináltam ugyanezt a válogatást, és akkor így négy embernek az anyagából választottam ki a számomra legmegfelelőbb bibliai gondolatot, ami természetesen idézőjelben van. És hát ugye mindenkihez szól, mert mondjuk egy Lukács 5-7, csak egy példát mondok, az minden nyelven, akármilyen nyelven íródik, az Lukács 5-7. Szóval ilyen szempontból teljesen biztos, hogy ez nem csak magyaroknak és angoloknak szól, hanem ez világon bárkinek értelmezhető könyv. Ezen utad alatt szereztél-e olyan tapasztalatot, esetleg tényleg akár szakmailag is, akár élményben, vizualitásban, mint esetleg a későbbiek során máshol tudtál kamatoztatni a művészetedben? Hát természetesen, mert hogy mondjam, itt van például a következő könyvem, ugye a Barokk templomok Baranyában címmel, amit két nyelven csináltam meg, magyarul és németül. Egy kicsikét azt is figyelembe kellett vennem, hogy ebben a magyarországi németek kultúrája nagyon benne van. Ugye a barokkor elején, ugye ezek az emberek akkor települtek ide Magyarországra, a törökök után természetesen, a török világ után, és azt hiszem, hogy 29 templomot fényképeztem meg, ezt megmondom őszintén, közel 2 éves munkám. Tehát mindenhova eljutni 4-5-ször, és nem elég csak megfényképezni mondjuk különböző fényekbe egy templomot kívülről vagy belülről. A fények azok állandóan változnak. Minden könyv, ahol képek vannak, azok fénnyel írt dolgok. Fénnyel írt dolgok. Egészen más hangulata van egy téli templomnak, ahol szinte mindenki fázik a templomokban, mert óriási épületek, szinte nem lehet kifűteni. És más ősszel is a hangulat. Ez az egyik része a dolognak. És amikor ezeket megcsináltam, utána jöttem rá, hogy hát nem is olyan egyszerű bejutni ma már a templomokba, mert a templomok már be vannak zárva, hát már sok mindent el szoktak vinni a templomokból is egyesek, hát arról én nem tehetek. És azt hiszem, hogy nagyon lényeges dolog volt, hogy végül is, hogy élő egyházat akartam bemutatni, és ezért elmentem a misékre is fényképezni. Hát ugye azt is meg kell beszélni, az nem olyan egyszerű, hogy az ember odaáll egy ember, és elkezdi fényképezni a belső enteriőt emberekkel együtt, meg és a többi. Ott azért egyeztetni kell, hogy ki vagyok. Volt, aki megkérdezte, hogy van-e engedélyem? Volt engedélyem, természetesen. Hivatalosan is megszereztem hozzá az engedélyt. És hát ugye a kihívás ott van, hogy nekem kell döntenem arról, hogy milyen szakrális értékeket, tárgyakat, szobrokat, oltárt, hogy fényképezzem meg, és a többi. Aztán ebben vannak szerencsés pillanatok, és amikor például pont akkor tudtam fényképezni, amikor egy esküvő volt benne például. Tehát vannak ilyen szerencsés dolgok, de aki nem dolgozik,
Tehát, hogy mondjam, a művészi munka 30% talentum, a 70% pedig munka. És akárhogy is nézzük, valaki, ha valaki nem teszi hozzá a 70%-ot, abból nem lesz jó. Ez pedagógusként is biztos, hogy tudod, ugye tanítottál párhuzamosan. A másik, ami úgy érdekelne, hogy jellemző, legalábbis én úton több fotóművésszel beszélgettem, hogy azért egy kép elkészítése során nagyon sokszor sok felvételt készítenek. Van olyan is, aki tudom én 50-60-at, sőt, még annál többet is készít, hogy az a amikor előhívja, akkor a legoptimálisabb, a legjobb kerüljön esetleg egy albumba vagy kiállításra. Te hogy vagy ezzel? Mennyit időzöl, vagy pedig viszonylag hamar rátalálsz a legoptimálisabbra? Tehát mindig körülbelül 8-10-15-szörös képanyagot kell készíteni, hogyha valaki egy templomot mondjuk megfényképez, hogy abból merjen csinálni 8 oldalt egy könyvbe. Szóval azért ez egy eléggé kemény munka, és még mindig úgy van az ember, hogy nem biztos, hogy a legjobb válogatást csináltam. És hát ugye sokszor segítséget se kaptam, nekem kellett eldönteni, hogy fényképezem azt meg. Hát én vagyok érte a felelős, hogy a legszebb dolgait tudjam kihozni belőle, tehát élő legyen mindenki számára. De van egy másik feladatom is ezzel, ezek a 250-300 éves templomok, ezek egyre jobban mennek tönkre. És az utolsóba pedig megkérdezem azt, a kétnyelvű könyv természetesen magyar és német, az utolsóba pedig arról teszek fel, adok gondolatokat, hogy ezek a templomok megélnek-e még annyi időt, amennyit eddig megéltek. Mert már most is úgy vannak, hogy mennek szét sajnos a falak, régen nem beton alapokra építették fel a templomokat, gondolom, hogy döngetett földre, vagy nem tudom meghatározni, hát nem vagyok építész, hát ilyen szempontból nem tudom meghatározni, de csúsznak szét a falak, hát össze lehet fogni betongyűrűvel az egészet, kibírem egy 250 évet, és egyáltalán kérdezem azt, hogy lesznek-e emberek, akiknek még szüksége lesz a templomokra. A templomokban nagyon sajnálatos módon sokszor látom azt, hogy egyre kevesebben vagyunk, és hát jön az iszlám, akik aztán nagyon-nagyon templomba járók, akiknél kötelező a péntek. Naponta 5-ször imádkoznak, és 5-ször mosakodnak. Úgyhogy láttam az iszlám világot is, és nagyon kemény, és nagyon céltudatos, tanulhatnánk ilyen szempontból keresztények az iszlámtól is. Könyveidet mindig rangos, prominens ajánlóval ajánlod, tulajdonképpen a busójárást András Falvi Bertalan ajánlotta, a Szent Ég alatt Udvardi György volt megyéspüspök, és a mostani könyvedet pedig a Felföldi László. És a Mayer Mihály. És a Mayer Mihály, igen, megyéspüspökök volt megyéspüspök, és ugye most pedig a Felföldi László ajánlotta a Barokk templomok aranyában című kötetet. Úgy érzed, hogy ők egy nagyobb súlynyomatékot tudnak adni, hitelesebbé tesznek mindent, így komplexen? Én azt hiszem, mondjuk egy ilyen szakrális témájú könyvbe, hogyha egy püspök gondolatokat fejt ki az előszóban, azt hiszem, hogy egy teljesen más aspektusban adja a nézők, az olvasók számára azt, hogy miről is szól ez a könyv. Én elsősorban a képekkel beszélek arról, hogy ez a könyv számomra miről szól. Az utolsóba pedig, hát ugye azért a szavak embere azok jobban tudnak időnként fogalmazni, mint ahogy én fogalmazok.
Úgyhogy nem szégyen, de az van, hogy ezek a dolgok nagyon-nagyon fontosak. Én nagyon bízom benne, hogyha ilyen emberek adják nekem az előszót, akkor valamilyen garanciát is adnak azoknak az embereknek, akik ezt a könyvet megvették. Nagyon szép esztétikuma van ezeknek a könyveknek, ez tulajdonképpen szinte sorozatnak is nevezhető. A formátumba, hogy nézzen ki egy könyv neked, mennyi ajánlásod, beleszólásod lehet, vagy ajánlják neked? Én döntöm el. Én döntöm el. Ezek a könyvek a te saját kiadatásaid? Magánkiadások, természetesen. Természetesen, és ez megmarad az utókor számára is. És lehet, hogy ez, hogyha mondjuk egy 100 év múlva, vagy 150 év múlva ott van, ennél a könyvnél ott van a templomnak a története. Ugye? Azért nem biztos, hogy ezt fogja valaki használni, de valamilyen rátekintése van. Nem kell ehhez mit tudom én, bújni, múzeumokat, meg és a többi utána járni. Egy bizonyos úton el tud indulni mindenki. Most nemrég egy kiállítást is megnyitottál, mi látható itt? Hát két nálamnál fiatalabb ember mutatta be az anyagát, nagyon-nagyon tetszett, el voltam vele ragadtatva. Érdekes dolog, még visszatérve a régebbi dolgaimra, nem a könyv mérete számít, hanem az, ami a könyvben van. És az utóbbi időkben csináltam ilyen kisebb méretű könyveket is, és ezeknek a könyveknek legalább akkora értéke van, mint az úgynevezett nagy könyveknek. Az első könyvem, amit megcsináltam, egy Ablakok című könyvem, amit azt hiszem 21 vagy 22 országba fényképeztem. És hát egyáltalán arról szól, hogy miért fontosak az ablakok, és milyen ablakokat lehet látni, és már volt olyan követőm is, hogy elkezdte ezután nézni jobban az ablakokat, van benne valami tanulságos dolog. A következő kis könyvem egy Laudétur című könyv, ez azt jelenti, Laudétur, az azt jelenti, hogy dicsértessék. Ez a szintén elsősorban az egyházmegyében készült szakrális emlékeket, Krisztusfejeket, piétákat, kereszteket és hasonló dolgokat fényképeztem le. És azért van egy olyan élményem is, hogy az egyik embernél, akinél voltam dusban, a szőlészetében, és egy gyönyörű szobrot láttam, ami itt látható a könyvemben, és azt kérdeztem, hogy ezt a könyvet, ezt a szobrot te honnét szerezted, mert ez látom, hogy ez egy barokk szobor. És azt mondja, hogy egy összedőlt kápolnába, valahol egy határba nézte, kápolnát nézte, és annak a romjai között találta meg ezt, és ezt renováltatta. És amikor eljött a kiállításomra, és ezt látta, hogy a könyvbe így van meg, és erről is van egy szöveg, és ami a legnagyobb boldogság volt a számomra, hogy azt mondja, miután te ezt így megcsináltad, és könyvbe raktad, akkor én e fölé, a szobor fölé egy kápolt emeltetek. Na most, hogy mondjam, azért meglepődtem rajta, és azt mondtam, hogy na látod, néha meglepetést okozol saját magadnak. A legutolsó könyve megint egy szakrális téma, angyalkönyv. Az angyalkönyv, na most ezek a könyvek azért érdekesek, mert én összeállok egy művész emberrel, egy íróval, egy költővel, Gétót Karcsival,
Halmai Tamással állok össze, és akkor odadom nekik a képeket, ugye a 21 országban fényképeztem a különböző angyalfotókat is, és ebből születik egy harmadik dimenziójú valami, mert ezekhez a képekhez írt szövegek jelennek meg, tehát így teljesen egy teljesen új, egyedi valami jön létre, ugye, és hogyha ebbe a könyve valaki belenéz, ez például ez egy bukfencező angyal, ez egy kicsikét, ez egy millenniumi szökőkút móron. Még talán poén is van benne, mi az, hogy egy bukfencező angyal. És hát ugye, és hát benne van például a szülőfalumnak az angyala például itt, hát, és ehhez is természetesen... Versek mellette, mint kis versekék? Szabad szövegek. Szabad és szövegek, nagyon különleges. Ez a szülőfalumnak a... szimbóluma? Nem, hát az egy kis honnan angyalkája. Való. Igen. Tudva lévő angyalok már pedig vannak, s immár csalhatatlan bizonyíték is tanúskodik az örök édesek mellett. Tám László lefotografálta a Halmai Tamás szóra bírta tapintatos jelenlétüket. Kép és vers találkozása e könyvecske lapjain a két művészeti ágból egy harmadik irányába nyitott utat, de arról a létezés égi művészetéről valljanak szellemtársaink. Azt hiszem, hogy ennél szebben nem lehet befejezni valamit. Ezt 1971-ben hoztam Szakkarából a lépcsős piramis. Nem a piramisból vettem ki, hanem a piramis mellett találtam meg. Ez egy körülbelül 4000 évvel megmunkált, ember által megmunkált kő. Nálam például számomra ilyen dolog, ami nagy érték. A másik dolog, van, akinek ez nem érték, ez nekem egy aranygyűrűvel fehér. Elhiszem. A másik dolog, hogy itt van egy könyv, amikor én fiatal tanár voltam, hát mi nagyon kevés pénzt kerestünk, ez 19 forint 68 fillér volt ennek a könyvnek az ára a 60-as évek közepén. Nem tudtam megvenni a nagyobb könyvét a Solohovnak, viszont abban az iskolában, ahol egy néhány évig tanítottam Dunaújvárosba, mindig lehozták a nagy embereket. És az alkotót, a Solohovot lefényképeztem. Uh-huh. Itt van a fényképe. És pontosan már akkor is fényképeztem valamilyen szinten. Ez aztán az amatőr szintje, meg minden. De ez is, és itt van a Solohovnak az aláírása. Ezt nyugodtan megmutatom ebben a könyvben, ha élesre ki lehet venni. Ez például az egyik legjobban védett könyvem, ami van. Könyveimnek az öme, hogy mondjam, aláírt könyv, és hát én úgy vagyok a művész barátaimmal, hogy mindig egymásnak dolgozunk, cserélünk műveket, megörökítem. Én nekik így tudok segíteni, ők nekem pedig talán úgy, hogy néha adnak egy olyan tárgyat, ami fontos számomra. És azt hiszem, hogy az élet az ilyen. Az életért az ember, minden ember felel a saját életéért, és az élet olyan, hogy ahogy múlnak az idők, megkérdeztem a 86 éves öreg barátomat, hogy egy 86 éves ember hogy érzi magát, miután én is most már a 80 fölött vagyok, és azt mondta nekem, hogy amikor ő most jól van, az olyan, mint amikor fiatal korában beteg volt. Uh-huh. Úgyhogy ez egy ilyen perspektíva, lehet, hogy nem valami jó perspektíva, de minden tudomásul kell venni. Ezek megmaradnak utánunk, talán, nem tudom, hogy mennyi ideig, de ez mindenkire vonatkozik az életében. Ugye megvallottad, hogy a 8. X-en túl vagy, de hogy tartod karban magad? Mert ezt nem gondolná rólad senki, sem kívül, sem belül, mert fantasztikus egészségnek örvendesz, úgy tűnik. Hát az egy hazugság különben, hogy fantasztikus egészség, meg és a többi, mert a biológia mindenkibe dolgozik. A sejtjeidet teszik tönkre, ugyanúgy szívod a rossz levegőt,
Valamire oda kell figyelni, egy kicsikét többet kell mozogni, ez az egyik dolog. Mondjuk a cigarettát mondjuk el kéne felejteni maximálisan, és oda kell figyelni arra, hogy mivel foglalod el magad. Mert én látom azok az emberek, akik nagyon elkezdik magukat védeni, pihennek meg, és a többi mindentől, azok nagyon hamar átmennek a túlvilágra. Ugyanúgy kell küzdenünk tovább, mert érdekes a szervezet, ha elkezdi valaki védeni a szervezetet, hogy nem megy sehova, ül, és a többi, a szervezet nem tudja, hogy mi történt vele, fölmondja a szolgálatot. Ugyanúgy stresszbe kell élnünk tovább, mint ahogy eddig éltünk. Ez a titka. És hát ugye van egy olyan dolog is, hogy van egy följebb valunk, aki egy kicsikét magasabban van, és nem árt, hogyha valaki ebbe az állandóan változó világba valami kis kapaszkodót tud magának találni. Higgy el mindenki, ez nagyon fontos. Ennél nincs fontosabb. Ezt megfogadjuk. Köszönöm szépen, hogy a vendéged lehettünk, és nagyon jó egészséget és még sok munkát kívánok. Kedves nézőink, Önök az ismerős látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!